Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás február 25-én. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai, mik az ő tervei, ezt most megtekintjük ennél a jóslásnál. Ennek a kártyának több jelentése is van. Először is mutatja az egész világot. Az jelenthet utazásokat, külföldi kapcsolatokat, vagy internetet. Azon kívül láthatjuk ezen a képen ennek a hölgynek a kisugárzását, ezt az energia mezőt, amit aurának hívunk. Ez a kisugárzás. És ez a kisugárzás belülről jön a gondolatokból és az érzelmekből. És ki ez a hölgy? Kinek van itt ez a fantasztikus kisugárzása? Te vagy itt szimbolikusan ezen a képen. Ez a te fellépésed, a te kisugárzásod, amit ő észrevesz, mert ezen elgondolkozik. Amit még ez a kép közöl velünk, az a négy irány, észak, tél, nyugat, kelet, és a négy évszak, tavasz, nyár, ősz és tél, az egész az egy évet jelent. Neki vannak most tervei, amit szeretne egy éven belül megvalósítani. És most megtekintjük az ő érzelmeit. Ezen a képen látható a négyes szám. Számára fontos most a biztonság érzete. Ő valamire építeni szeretne. Ez az alap. A képen láthatunk két vidám hölgyet. A kártyáknak szimbolikus jelentése van. Itt nem más nőkről van szó, hanem a vidámságról, vagy egy ünnepségről. Az is lehet, hogy van egy meghívás, és oda el szeretne menni, számára most fontos ez a jó kedv, a nevetés, a vidámság. De a háttérben ott vannak a botok, és az mutatja, hogy fogva érzi magát. Nem akar odafigyelni, mert ez a háttérben van, hanem szeretne valamitől vagy valakitől megszabadulni. Ki akar lépni ebből a helyzetből? Ez utal az ő múltjára, mert ugye a háttérben van. A fehér galambok szimbolizálják ezt a megújulást, ő felszabadultnak érzi magát, vagy szeretne felszabadult lenni. Számára fontos most ez a könnyűség és ez a jó kedv. A harmadik kérdés pedig az lenne, mit közöl veled? Milyen lépéseket tesz irányodba? Ezen a képen láthatóak a kelyhek. És a kelyhek érzelmekre utalnak. Mutatják a víz elemét. Itt három kelyhelyről van szó. Ez lehet egy harmadik személy, aki befolyásol téged, vagy őt, vagy figyel benneteket. De a kártyának más jelentése is van. Erre utalnak ott alul a gyümölcsök. Itt valami gyümölcsözni fog. És ez a kettőtök kapcsolata. Te és ő, és ebből kialakul valami új. Az lehet egy gyermek születése is, vagy egy új kezdet. Ami még fontos ennél a kártyánál,
ez a tánc, ami utalhat művészi területekre is. És most megtekintjük a napi kártyát. Itt a négyes szám utal az alapokra. Itt meg lesz valami alapozva, és erre építhettek. Ezt mutatja szimbolikusan ez a ház. De a ház utal az otthonra, vagy egy közös otthonra. A ház jelenti a családi kapcsolatokat is. Ez áll most a középpontban, vagy egy új otthon megteremtése, vagy valaminek a megalapozása, azon kívül a családi kapcsolat. Amit még ez a ház jelent, ő óv téged, te biztonságban érezheted magadat. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom. Egy általános jóslás. Viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérjetek tőlem egy személyes jóslást, természetesen áll néven. A díjam 3500 forint. Asztrológiával kiegészítve 8500. És ne feledd el, egy jó tanács aranyat ér. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!